Tanulmányaim során jutottam el a felismerésig, hogy az a mód, ahogy a paraszti közösség éli az életét, lételeme a magyar nemzeti kultúrának. Először ösztönösen rátalálva, majd tudatos munkával igyekeztem ezt a kultúrát minél jobban megismerni. Így jutottam el odáig, hogy tanulva, mert megismerni sohasem lehet, tanítani kezdtem. Munkám során a dalok, a táncok, a szokások színpadi bemutatásával mindig az embert kerestem, a közösségben élő embert, aki egy hangon énekel, azonos nyelven táncol. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Önarckép értékkel mai műsorán. Január 22-e van nemzeti imánk megszületésének dátuma, mely egyúttal a Magyar Kultúra napja. Nem véletlen e mai műsor e napra való időzítése. És a legkevésbé sem véletlen, hogy az az ember, aki itt ma nagy megtiszteltetés nekem, beszélgető partnerem lesz, ezer szállal kötődik e térség kultúrájához. Nem csak a Sárközéhez, nem csak a megye kultúrájához, de azt hiszem az egész magyar kultúrához. Egy tanárember, kezdetben népművelő, néprajzos, és most még ráadásul, bár kézzel-lábbal tiltakozik ellen, egy kicsit író is ő, de mindenek előtt táncpedagógus és koreográfus. Szeretettel köszöntöm és hívom be Szabadi Mihályt. Jó estét kívánok! Foglalj helyet! A mai ünnepi alkalmat, hiszen a kultúra ünnepe van ma, és Miska bácsit egyaránt köszönti egy sárközi népdal, egy csodálatos, gyönyörűséges előadótól halljuk, Karácsonyi Annától. Édesanyám nád fedeles háza, benne van a tulipános ládája. Ládájában kihímzett selyem, jegykendőm, annak adom, akit én szeretek. Édesanyám sokat kért a jóra, hogy egyedül ne járjak a fonóba. Eljárok a fonóba, se javaróba, ott keresek szeretőt magamnak. Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak, nincsen párja a szekszárdi kislánynak. Szekszárdi lány befonja a haját, fújja a szél piros pántlikáját. Menyecskének bekötik a fejét, gyászborítja az egész életét. Én azt gondolom, hogy ennek a ma estének szebb felütése, méltóbb felütése nem is lehetett volna. Hát én most itt egy teátrális mozdulattal leteszem az órámat magunk elé, ennek nagyon praktikus oka is van, ugyanis az a spontán és teljesen kötetlen beszélgetés, amely most itt kezdetét veszi, hát itt egy háromoldalas vázlatban készülődik immár hetek óta, és ahogy elnéztem ezeket a vázlatpontokat, tulajdonképpen bármelyikről annyit beszélhetnénk, amely kitölthetné ezt a mai egész estét. Úgy ki is kalkuláltam, hogy így módon a beszélgetésünk, hogy nagyjából szombaton kora délután végződnék. Sajnos, és hangsúlyozom, nagyon sajnos, erre természetesen most nincsen mód, úgyhogy képek
villannak fel előttünk szóban és a maga képi valóságában egy életműből, amelyet hát más megoldás nem lévén időrendben fogunk végigkövetni. Miska bácsi, úgy kezdődött a történet, hogy 1937. április 4-én megszülettél, melynek következtében aztán évtizedeken keresztül lobogó díszbe borult az ország ezen a napon, nagyon méltó módon hangsúlyoznám, Siógárdon születtél. Nagyon kézenfekvő lenne a kérdés, hogy mit jelent neked most Siógárd, de én inkább megfordítanám a dolgot. Mit jelentett a gyermek Szabadi Mihálynak az akkori Siógárd, és mennyiben tudott táplálkozni belőle a felnőtt Szabadi Mihály? Ahogy a szövegben elmondtad, az első 18 év, amit ott töltöttem a falun, az egész életemben meghatározó. Nem akarom ismételni azokat a szavakat, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy végül is nagy vagy hosszan tartó Varga Betű után visszavezérelt a faluba, bár az igazság az, hogy a faluktól sose szakadtam el. De akkor hadd rúgjam felé mindjárt a rendet az elején. A gyönyörű sárközi népdal hangzott el, és szól ez nekem Siógárdinak. Engem a táncos szakmába úgy tartanak nyilván, hogy a sárköz szakértőjem, és sokan úgy is, hogy a sárközi. Hát akkor itt ezen a helyen is elmondom, hogy én nem vagyok sárközi, hanem Siógárdi. És a különbség igen nagy, mert mondjuk ha kezdjük úgy, hogy a sárköziek zömmel reformátusok, az agárdiak katolikusok. Egészen más a nyelvjárásuk, nem egyformán öltöznek, a piacon mindenki meglátja, hogy ki az agárdi, meg ki a sárközi, másként énekelnek, másként táncolnak. Van, ami a siógárdiaknál sokkal szebb, meg sokkal gazdagabb, sajnos a sárköziek népdalkincse az irigylésre méltóan gazdag, de hát nem szégyen ezt tudomásul venni. Már csak azért is mondom ezt itt, mert jelen is vannak sárköziek, és nehogy azt higgyék, hogy én lenézem őket. Ugorjunk egyet időben, és a helyet is változtassuk meg. Pécs főiskolás éveit köthetők oda. Az érettségi tabló. Szép gyerek volt. És mennyi hajam volt? Na tehát én visszatérnék a hajadról, mégiscsak eredeti és kitűzött témámhoz. Valahol olvastam egy feljegyzésedbe, kiváló tanítóim, kiváló tanáraim voltak. Igaz-e ez a pécsi főiskolára is? Milyen alapot tudott adni a pécsi főiskola a későbbi pályához? Kitűnő tanáraim voltak, de ez az általános iskolára vonatkozik elsősorban. Nagyon nagy szeretettel emlékezem rájuk, Pető Gyulára, Király Irénre, Nagy Pistára, aki még egyedül él a hajdani tanítók közül. A főiskolán nem voltak ennyire jó tanáraim, és aztán, hogyha tanárokról van szó, meg főiskoláról, akkor gyorsan mondom azt, hogy az első fölvételi nem vettek fel a főiskolára, mert magyar szakra jelentkeztem, és a tolba mondás volt az első feladat, és annyi helyesírási hibát vétettem, amennyi csak ráfért a papírra. És ez azért volt így, mert szegény Miszlai Pista bácsi meg Antal Laci bácsi a gimnáziumban nem tanított nyelvtant. Aztán nagyon jól megtanították szeretni a verset, és egy versnek köszönhetem, hogy fölvettek a főiskolára. Milyen versnek? A versnek, az kétszer versnek köszönhetem, hogy fölvettek a főiskolára. Először egy minisztériális küldöttség járt a faluba, ünnepség, az asztal mellett ülnek az emberek, és a minisztériumi ember megkérdezi Pető Gyula bácsit, hogy igazgató, műsor nincsen. Én ott ültem az első sorban, Gyula bácsi intett, én fölmentem, és elmondtam Adi Endre a grófi szérűn. Két hét múlva jött a papír, hogy mehetek a főiskolára. Mondjam a másodikat is? Természetesen. A második pedig az volt, és akkor kapcsolódjuk mindjárt a főiskolához, és a születésnapomhoz, mert az mindig nagy ünnep volt,
ugyanis a 20. születésnapomon 1957. április 4-én népi demokrácia ellen és magatartásért kirúgtak a főiskoláról. Aztán megjött egy delegáció, egy miniszter helyettes járt véletlenül Agárdon, megint ünnepség, megint elnökség, műsor megint nincs, igazgató elvtárs nincsen műsor. Én ott voltam, intett a Gyula bácsi, fölmentem, és elmondtam József Attilától a Hazám című verset. Két hét múlva jött a papír, hogy folytathatom a tanulmányaimat. Mi mindenre is jó a vers tanulás. Itt volt egy nagyon fontos intermezzo az életedben, ami azt hiszem a pályára vezérlésedben eléggé fontos lehetett. Jól tudom-e? Igen, amikor visszajöttek a főiskolára, hívtak a KISZ bizottságra, és közölték velem, hogy semmiféle politikai munkát nem végezhetek. Egyetlen társadalmi és politikai munkám lesz az, hogy táncolhatok. Na, korábban egy főiskolai egyetemi tánccsoportban táncoltam, de aztán 57 után külön főiskolai csoport, amelyik ott látszik épp a képen, annak voltam a tagja, sőt egy ideig majdnem, hogy vezetője is, mert Aranyos Paula néni, nem is tudom, látszik-e ott, aki a csoport vezetője volt, valami hangszál gondjai voltak, és helyette én voltam a beszélő a táncpróbán. Na, történt, hogy Kodály Zoltán, ha jól emlékszem, 75 éves volt, és Pécsett volt akkor Péceli László, meg a felesége, meg a lánya is, és ők szervezték meg a 75. születésnapot. Igen nagy ünnepség volt, és a főiskola táncsoportjára kirottak egy olyan feladatot, hogy a Mári Jánosból az Intermezzo című zenére táncolnunk kellene. Az Állami Népjegyüttesnek Rábai Miklóstól volt egy koreográfiája, a Hári Intermezzo, amivel végigjárták az egész világot. Hát ezt kellett volna nekünk megtanulni. Hát nem húzva az időt, nagyon bot lábú táncosok voltunk, rettetesen nehezen ment a megtanulás, de végül is sikerült. Sikerült, és a dolognak igen különös sikere lett. Pécsi Nemzeti Színház, a Mesek Együttes táncolta a Kállai Kettőst, kórusok léptek fel, és a záró szám volt a Hári Intermezzo, úgy akkora apparátussal, hogy a pécsi szimfonikusok, MÁV szimfonikus zenekar és az egyesített főiskolai Tillai Aurél, akkor még tanársegéd volt vezetésével, meg a Mecsek kórus, Varga Károly, dr. Varga Károly írt szöveget a zenéhez, egy csodálatosan szép mű született, mi eltáncoltuk úgy, ahogy, és kitalálták, hogy az utolsó részben a szólista, na el kell mondani, hogy a szerencse úgy hozta, hogy én voltam a Hári Intermezzo szólistája, és a kezemben nyomtak egy zászlót. Vége van a számnak, nagyon nagy taps. Ismételünk, megint nagy taps. Ismételünk, megint nagy taps. És egyszer még nagyobb taps, de az már annak szólt, hogy Varga Karcsi bácsi kíséretével Kodály Zoltán megjelent a színpadon. És gondolom, aki látta fényképen legalábbis Kodályt, láthatta, hogy mondjam, a szemei nem ilyen párhuzamosan néztek előre. Nem lehetett látni, hogy tulajdonképpen mit akar, de közelített felém, így járt a keze, én is kezet nyújtottam, megrázta a kezemet, és azt mondta, elég hangosan a maga, hogy mondjam, nem egészen tentori hangján, hogy édes fiam, olyan ügyesen táncoltál, hogy csak a harmadik ismétlésnél vettem észre, hogy a zászló másik fele piros. A zászló olyan volt, hogy az egyik fele nemzeti színű volt, a másik pedig piros, de ezzel a nemzeti színű farkas fogazással, de hát piros volt. Na, ezért majdnem kizártak másodszor is a főiskolára, mert azt hitték, hogy én terjesztem, de Varga Karcsi bácsi megmentett. Hát életem egyik legnagyobb és meghatározó élménye volt a Hári Intermezzo, és még csak a humor kedvéért,
A zenekarban a címbalom kedvéért benne volt a Dörömböző Géza, van, aki ismeri őket, ugye? Dörömböző Géza zenekar az, nagyon híres cigány zenekar, ott a Borostyánban muzsikáltak. És onnantól kezdve a barátainkkal ösztöndíj fizetés idején mindig megengedtük magunknak, hogy elmegyünk egy pohár borra a Borostyánban. És amikor megjelentünk, a Dörömböző Géza akármelyik asztalán muzsikált, azban a pillanatban abba hagyta, és azt csinálta, hogy tararam, szól a zene toborzóra, még a most is utálta volna ide. Pécsről aztán tovább vezérlődtél, de nem jutottál vissza Siolgárdra, hanem Majosra kerültél, amelynek a nevét, hogyha jól tudom, 20 éves korodig talán még hírből sem ismerted, de legfeljebb hírből, hogyha ismerted. És akkor most megkérdezhetném tőled, hogy hogy kerültél Majosra, de nem fogom tőled megkérdezni, hanem egy sokkal illetékesebbtől, akit kérnék a színpadra, Szabadi Mihályné Dóra nénit. Egyszer, mint Szabadi Juditot is kérem, hogy fáradjanak ide a pódiumra. És akkor adnék is egy mikrofont. És? És kérdeznék Dóra néni ezzel összefüggésben. Ott kezdték meg a közös utat, Majoson. Az út kezdete nyilván a főiskolára vezet, de igazából egyez az út ott vált. Milyen tervekkel vágtak neki, hiszen akkor még nem igen láthattak semmit ebből a csodálatos jövőből. Milyen tervekkel indultak? Hát, annak készültünk, tanárnak. Tervekkel, nagy kedvel tulajdonképpen, és nagy lendülettel, ambícióval indultunk. Én kezdtem előbb, mert hogy én végeztem előbb, és az előbbiekből kiderült, hogy egy évvel később, úgyhogy megfontoltabban oda kerültem Majosra, ahová vezényeltek, de nagyon kellemes meglepetés várt, mert nagyon jó tantestület volt. Jó igazgatóval. Azt hiszem, hogy sokaknak ismerős az igazgatóm, az első igazgatómnak a neve. Kedves Erniknek hívták. És a tantestület is, a kollégák is mind nagyon kedvesek, nagyon aranyosak voltak, nagyon jól éreztem magam. Elnézést. Nem tudom, miért rekedtem ennyire. Aztán, hát ez az első év volt. Eleinte, hát nem eleinte, hanem végig bejártam eleinte kerékpárról, Bonyhádról, aztán én azt hiszem, hogy lehet úgy is hallani. Bonyhádról jártam ki kerékpárral, ha jó idő volt, aztán busszal. Aztán a következő évben már Miska is végzett. És akkor augusztusban összeházasodtunk. És akkor ketten kezdtük, még nagyobb lendülettel, még nagyobb lelkesedéssel, még több munkával. Miskát mindjárt megrakták egy csomó munkával, természetesen szívesen csinálta, én is. Úgyhogy a tavasszal már Csírájában megjelent Jutka lányunk is. Aztán eltelt a tanév, szeretettel, nagyon-nagy örömmel vártunk, de aztán az örömbe öröm is vegyült, mert hogy Miska megbetegedett nyáron. Aztán következett nagyon hosszú betegség, először kórház, aztán szanatórium. Én egyedül visszamentem tanítani, aztán bíztam abban, hogy meg fog gyógyulni, úgy is lett. A kislánnyal, amikor megszületett, édesanyámhoz Érdre kerültem, ott vártuk ki, amíg elengedték a szanatóriumból, és aztán már együtt jöttünk haza Majosra, tényleg haza, mert akkor már annak éreztük, kaptunk, ezt nem mondtam előbb, egy szolgálati lakást, ami ugyan iskolából volt átalakítva többszörösen, mert először is családi ház volt, aztán lett belőle iskolai tanterem, aztán fölmosták nekünk az olajos padlót, amit aztán én is nagyon sokszor, mert állandóan följött az olaj a padlóréseken. Na mindegy,
Mennyi látszott akkoriban, bocsásson meg, hogy szavába vágok Dóra néni, de mennyi látszott akkoriban a későbbi táncpedagógusból, koreográfusból? Volt-e már valami nyoma? A lelkesedés látszott. Meg elkezdett a gyerekekkel foglalkozni. Úgyhogy ő már ott a gyerekeket táncoltatta. Hogyha gyerekekről esik... Meg a népművelőből is, mert hogy a művelődési házat természetesen rábírták, rábízták, ő vezette, úgyhogy én tudtam, sőt, én már a főiskolás koromban tudtam, hogy mi lesz a jövő. Hogy mire vállalkozik? Hatalmas energiák jelentek meg már ekkor is. Hát kikerülhetetlen a kérdés, Judit, aki most itt a testvérek képviseletében foglal helyet, mert annyi széket nem tudtunk ide föltenni a pódiumra. De hát egyszerre hármótoktól tőled kérdezem, hogy mennyire volt könnyű vagy nehéz Szekszárdon szabadi gyereknek lenni, egy ilyen nem kis energiájú ember mellett felnőni. Mennyire volt ez terelő, mennyire hagyott szabad teret ez nektek? Hát igazából nagyon keveset voltak otthon a szüleink. Édesanyám is nagyon elfoglalt volt, az akkor induló négyes iskolának volt az igazgató helyettese, tehát ő is nagyon sok időt töltött az iskolában. És természetesen édesapánk is, aki egyszerre végezte a művelődési házban a népművelői munkáját, és az akkor Szekszárdon már létező táncpedagógusi munkáját. Tehát reggeltől délutánig népművelő volt, délutántól késő estig táncpedagógus volt. De nem volt ezelőttünk ismeretlen, mert aránylag hamar beleláttunk mi ebbe a dologba, hogy mivel foglalkozik, mit csinál. Nem olyan korán kezdtünk táncolni, mint ahogy azt a mai gyerekek teszik, úgyhogy tudjuk nagyon jól, hogy ma már a gyerekek 5-6 éves koruktól kezdve, vagy óvodában kezdik, vagy valamilyen iskolai keretek között táncolnak. Nekünk annak idején egy picit később adatott meg, hogy elkezdjük ezt a műfajt. Én 10 éves koromban kezdtem táncolni, de azt hiszem, hogy az öcseim is a körül kezdtek, illetve Péter öcsém 10 éves korában, Misi öcsém egy kicsit később, mert ő először orientálódott egy kicsit a sport felé, és aztán utána kezdett ő is táncolni, de mit ad Isten, ő foglalkozik most hivatásszerűen a néptánccal, és ő tartotta meg ezt legtovább. Majos egyszer mind alkalmat adott arra, hogy egy népcsoport kultúrájával is ismerkedjél, Miska bácsi, a bukovinai székelyek kultúráját, ha én jól tudom, akkor itt kezdted megismerni. Na most ezt illusztrálandó, erre csak bólincsál, hogy jól tudom-e. Jó, köszönöm szépen. Ezt illusztrálandó, kérném ide a pódiumra Illés Tibort és feleségét, akiktől bukovinai székely táncot fogunk most látni. Thank you.
szépen. Nagyon szívesen. Nekünk megtiszteltetés. Köszönöm szépen. A Gyuri elfelejtette mondani, de honnan is tudja, Fülöp Ferenc díjas táncosok. Köszönöm szépen. És akkor itt következik egy kulcsszó. A velem egykorúak és a nálam talán fiatalabbak számára nem fog olyan ismerősen csengeni a Tadó neve. Hát kérném szépen, ez a valahai Tolna megyei népművelési tanácsadónak volt a közkeletű neve. Ott kezdted igazából a népművelői pályát, első vezetője voltál ennek az intézménynek, és nem kisebb eseményeknek később, aztán nagyon komoly pályát befutott eseményeknek a megalapozója voltál ekkor, mint a Sárközi lakodalomnak, a szekszárdi szüreti napoknak és a szekszárdi néptánc fesztiválnak. Hogyan is indult ez? Hát úgy indult, hogy egy falusi tanítót így megfogtak, aztán behoztak egy megyei intézmény élére, és ráadásul, hogy mondjam, az akkori megyei vezetés olyan volt, hogy hát oda tett, aztán azt mondta, csinálja, mit tudsz. Úgyhogy nem sok segítségem volt, jellemző az, hogy június 15-én vagy július 15-én, mindegy nap, szerdai nap bekerültem az irodába, és szombaton már ki kellett vonulnom Bonyhádra, ahol 100 ember, 100 népművelőnek, bábosnak, táncosnak, faragónak, színjátszónak, kórusvezetőnek volt a tanfolyama, és annak én voltam a vezetője. Úgyhogy az volt a szerencsém, hogy voltak ilyen részszak emberek, úgynevezett szakreferensek, azok tudták a dolgokat, és aztán ment a dolog magától is. De nekem az azért volt nagyon jó, mert ott akkor megismerhettem a megye szinte összes népművelőjét, meg azokat a művészeti csoportoknak a vezetőit, akikkel aztán dolgoznom kellett később. A Tadó tulajdonképpen Tolna megyei népművelési tanácsadó, ez ennek a rövidítése. Tulajdonképpen a megye közművelődésének a szakmai irányítója kellett volna, hogy legyen, és valamennyire hát be is töltötte ezt a funkciót, amennyire akkortájt lehetett. Az eredményessége abban rejlett, hogy akkor, hogy mondjam, a népművelő társadalom meg a pedagógus társadalom szervezett volt. Ez azt jelenti, hogy voltak járási művelődési házak, voltak járási népművelési felügyelők, a tanácsi vonalon mozgosították a felügyelőket, aztán a szakmai vonalon meg a művelődési házakat, és így, hogy mondjam, eredményesen tudtunk dolgozni. A említett nagy rendezvényeken kívül még a hajdani kulturális szemlék, amik minden esztendőben voltak, külön volt úttörő kulturális szemle, külön volt ifjúsági kulturális szemle, ahol tömegesen megmutatkozhattak. De jó lenne, ha most is lenne ilyen. Lehetett azt akkor valamennyire sejteni? Ott állt a szándékaid mögött, hogy hát ezek a mára hatalmas múlttal rendelkező események, mint a Sárközi lakodalom, a szüreti napok vagy a néptánc fesztivál, ma már nem városi, nem megyei jelentőségűek, hanem országos, sőt nemzetközi jelentőségűek, hogy ezek ilyen hatalmas pályát fognak befutni? Álmodoztunk arról, hogy legyen. A Sárközi lakodalmat Bogár Pistával együtt álmodtunk meg, és az első Sárközi lakodalomnak van egy nagyon hiteles tanúja, aki akkor még mint újságíró minden nap ott volt velünk, és minden nap írt is róla a népújság, ott ül a túlsó sor közepi Méri Éva. Aki akkor, mint újságíró járta velünk a megyét, illetve a sárközi falvakat. Azután a szekszárdi szüreti napok is így indult tulajdonképpen. Azt hiszem, a minta a szombathelyi Szavária ünnepségek volt, annak a mintájára indult el, de hát szüreti színekben.
Nagyon sok embert mozgósítottunk, a környező falvakat, a szekszárdi TSZ-eket, az iskolákat. Igazi népünnep volt, és aztán később vált, hogy mondjam, szakmailag igényesebbé. És aztán lett belőle az, ami most lett. Akkor nem lehetett látni, hogy mi lesz belőle, de tulajdonképpen álmodoztunk. És akkor említetted még a szekszárdi néptáncfesztivált, az én agyamban született meg, és mostanában úgy mondanánk, hogy lobbiztam embereknél, mert akkor én már, mint népművelési tanácsadó, a megyei, meg országos szakembereket, népművelési szakembereket, meg a kultúrával foglalkozó szakembereket ismertem, és lehetett támogatókat szerezni, és a dologban, hogy mondjam, kulcsfontosságot játszott, vagy játszik, vagy játszott egy Tolna megyei személy, aki nagyon sok mindenben nekünk, népművelünknek a hátunk mögé állt és segített bennünket. Őt úgy hívták, hogy Dr. Gyugyi János. Őróla még itt ma többször szó esik ebben a műsorban. Annyit illesztenék ide, hogy nagyjából ekkorra már kezd bontakozni az az irányvonalad, pályádnak az a vonala, hogy a néptáncnak nem csak terelője, népművelőként segítője, külső segítője vagy, hanem magad is alkotójává válsz ennek, és akkor itt az alkalom, hogy megkérdezem, hogy Miska bácsi, te mióta vagy Miska bácsi? Hát ez az első bonyádi tanfolyam, ahol annak más tanúja is van, nem tudom, hol lengeti szőke szakállát. Lányi Péter, aki zongorista kísérő volt, azt hiszem akkor még gimnazistaként zongora kísérője volt a gyerektáncos tanfolyamnak, ahol kevés volt a gyerek. Aztán én gondoltam egyet, kimentem Majosra 3 kilométer, és onnan a gyerektáncosaim közül behoztam néhányat. Akik ott kiegészítették a létszámot, nagyon jól érezték magukat, és akkor azok engem Miska bácsinak szólítottak. 25 éves voltam. És onnantól kezdve a 60 éves hímzőasszonynak, meg a 70 éves Varagó bácsinak, meg mindenkinek Miska bácsi lettem a megyében. Lányi Pétert már említetted, de hát ehhez a munkához a kezdetek kezdetén nem csak ő kötődik, hanem Tész László, Olsvai Imre, Bogár István, hát kihívta így valahol Bogár Pista bácsi természetesen, és Vásárhelyi László, aki a táncosoknak csak az országos Laci bácsi volt. Hogyan szövődtek ezek a munkakapcsolatok, és hogyan váltak ezek aztán barátsággá? Hát Bogár Pistával úgy, hogy amikor behoztak engem Majosról, Agárdon laktam még, akkor Pártai Gyula, a főnököm egy alkalommal azt mondja, hogy Bogár Pista eltörte a lábát, mától kezdve te vagy a sárplési népélyüttes vezetője. Na hát akkor innentől kezdve dolgoztam együtt Bogár Pistával. Tész Laci pedig ott a tanfolyamon volt zongora kísérő, és aztán, amikor megalakult a szekszárdi csoport, azt hiszem a keristáknál, a lánycsoportnál még nem volt a Laci, ugye? Még ott nem volt. Amikor a keristákkal kezdtünk, akkor került oda a Laci, és onnantól kezdve évtizedeken át, nem tudom hány évig, de 10 évig biztos, volt munkatársam, zongorakísérő, olyan zongorakísérő, aki soha nem vétett egy tempót, soha nem vétett egy dallamot, és közben minden rejtényt, ami a fülesben volt, megfejtett. De a Laci annyira megfertőződött, hogy zenéket írt nekem, és több igazán jó szakmai elismert koreográfiának lett a zeneszerzője, sőt, zeneszerzői díjat is nyert. És akkor, hogyha már a pályatársakról esett szó, akkor most én arra kérlek, Miska bácsi, hogy egy kicsikét nézz oda a kivetítőre, mert következik valami, amiről szerintem te, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem tudtál, hogy itt most ez következik. Az egy lipcsei kép, pedagógus korusra együtt voltunk ott. Az első volt a mennyasszony az Ecseri lakodalmamban. Bán Szepi lett volna a vőlegény, indulás előtti napon azt mondta, hogy mesterem, fölvettek a főiskolára, muszáj bevonulni.
Úgyhogy aztán előadás előtt 2 perccel beütöztem, és az Erzsi így megfogta a vállamat, azt mondja, Miska bácsi, tudja? Na de akkor most figyelj. Szervusz, Miska bácsi. Hogy mit kérdeztél, hogy miért bácsizlak? Hát miért ne bácsiználak, amikor több mint közel egy évvel vagy idősebb nálam? Hát ezért bácsizlak. Fél évszázada. Na, annál is több, hogy megismerkedtünk. Méghozzá együtt nyűjtük jeles tanárainkat és a próbaterem padlóját Budapesten az A-kategóriás néptáncoktatói tanfolyamon. Biztosan emlékszel még rá, ahonnan aztán kikerültünk ki a maga helyére. Sok mindent köszönhetek, és köszönhet neked a Hajdú Tánc Együttes, Miska bácsi. Hát először is neked köszönhetjük, hogy Pannonia megismerhette a Barbarikum egyik leghíresebb táncát, néptáncát, a Hortobágyi pásztortáncokat. Hát a tanulás folyamatának nyomait a koponyádon sokáig őrizted, amikor a botforgatást próbálgattad. Táncaid közül, koreográfiáid közül a Hajdú Együttes és Hajdú Bihar megye néptánc csoportjai nagyon sokat mutattak be és értettek. Mert aki értékeset, szépet és sikereset akart, az nem hagyta ki a Szabadi Mihály koreográfiákat. Hát csak párat említek a nálunk jelenleg is táncolt és sokáig táncolt műveit közül. Említeném a Sárközi Szvittet, a Varázsolást, a Tücsöklakodalmat, a Kanászost, és hogy ne folytassam tovább, de hogy nem folytatom, hát a szőlőtaposót ki ne hagyjam. Igaz, hogy nálad nem tapostunk szőlőt, de születeiden, Leányváron ott voltunk nem is egyszer. Dolgoztunk kézzel-lábbal, ám te se voltál tétlen. Mindig mondtad, hogy ezt csináljunk, azt csináljunk, de gyorsan és azonnal. Persze nem maradt el a jutalmunk, a jó pálinkád, a jó borod. Emlékszel, hogy egy időben nagyon-nagyon fájt a hátad. Aztán tudod-e, emlékszel még, hogy mitől gyógyult meg? Hát akkor én elmondom. Úgy gyógyult meg, hogy éppen nálunk jártatok vágás után, és nekünk el kellett akkor menni valahova, amikor nálunk voltatok, és mire visszaértünk, mit ad Isten, fölhasogattad az összes tűzifánkat. Hát meg is gyógyult a hátad, utána már egy kicsit sem fájt. De te nem csak a fa hasogatásához értettél, hanem a faragásához, a művészi megmunkálásához is. Erről tanúskodnak azok a táblák, amiket léptennyomon lehet látni a Dunántúlon, Sárkosz környékén, de az a tábla is, amit vágás után helyeztünk el, és amit szintén te készítettél. Erre pedig az van írva, hogy vágás után köszönünk egymásnak. Azután itt vannak az írásaid. Hadd idézzek az egyikből, aminek az a címe, hogy az én jusson. A könyved 7. oldalán így írsz. Idézem, az életem úgy alakult, hogy pályám során feladatommá vált a falusi emberek által teremtett kultúra megismerése, ápolása. Én csak emlékezek, vissza-vissza nézek, és hiszem, hogy a múlt ismeretével emberibb jövőt építhetünk. Igen, ehhez Szabadi Mihályok kellenek, akik aszerint cselekszenek, amit hirdetnek. Kedves Miska, a szerencse fiai is vagyunk egy kicsit, hiszen olyan értő, gondoskodó asszonyok mellett élhetünk és dolgozunk, mint a te Dórád és az én Magdim. Tudod, mi feleink úgy tartják, hogy aki szeret, kétszer él, hát szeressünk. Kedves Miska, vigyázz magadra, meg vigyázzunk mind a ketten a kütyünkre, a kütyük meg vigyázzanak mi ránk. Hát a kütyű, aki nem értené, magyarul pacemakert jelent. Miska, köszönöm,
hogy barátoddá fogadtál, és köszönöm a földrajzi távolságot áthidaló barátságot. És akkor a koreográfus meglepetéseit még nem ér véget. A következő meglepetéshez szólítanám a pódiumra Lányi Pétert. Nem ő a meglepetés, ezt ő kikérte magának, mert ő mondja, ő minden önarckép értékkel műsorban itt van, hogy mi lesz az igazi meglepetés, annak a konferálására őt kérem fel. Péter, itt egy mikrofon, ezt ragad meg, légy szíves, hogy... Megragadom. Szervusz, Miska bátyám, tisztelettel köszöntelek. Lányi Péter vagyok, aki 15 éve Miska bácsi szüretjén a főszakács. Miska bátyám, egy kis retro. Másfél percre fogunk téged elragadni. Egy kis nosztalgia dolog. Elhangzott az, hogy annak idején a Szekszárdi Néptánc Együttes indulásakor ugye kedves néhai barátom Tész Laci püfölte a zongorát. Én ugyanebben az időben a dombóvári úgynevezett ellencsapatnál, a dombóvári ifjúsági együttesnél csináltam ugyanezt zongorázt, ami zenei vezető voltam. De hétvégeken meg hétközben is, amikor tudtam, hogy Szekszárdon voltam, és ugye bejártam hozzátok a Tész Lacival együtt próbára. Hát a lányokat néztük a zongora mellől, négykezesbe kísértük a produkciókat, és egyszer Laci azt mondja, hogy te pénteken itthon tudsz lenni? Hát mondom, itthon. Elmennél helyettem próbára? Mondom, igen. Miért? Képzeld, a Miska megint fiú próbát tart. Úgyhogy Miska bátyám egy retro fiú deciverbunk. Ifjabb Szabadi Mihály, urak, gyertek! Domonkos Attila, Rács Róbert, Petter László és Bárci Levente. Miskám, gyere le és vezesd, indítsd a próbát, beszámol. Most zsűriz nem kell? Beszámolsz és én megnyomom. Becsiverdünk. Jó? Tornaj, szüvít. Szüvítünk. Jó. Három, egy! A szép időkben hetente háromszor három órás próba volt, és akkor a Babisban olyan világ volt még, hogy a színházi elősarnokban, akkor azt hiszem éppen Erzsi volt a büfés. És a próba végén úgy az urak oda húztak el, és a Tész Lacilag, mert a Péter mondja, hogy ő küldte el, amikor fiú próba volt. Tész Lacinak volt egy szokása, akkor még cigarettázott. És így megállt próba végén a vashajtónál, szíta a cigarettát, és a lányok ott futottak fel az emeletre a zuhanyozóba. Kérdezték tőle, Laci, miért ácsorogsz itt? Azt mondja, azt várom, hogy egyszer leessen a törük közül. És akkor azt hiszem, hogy a forduló pont éppen időben érkezik. Ugyanis itt a táncos vonalat most egy nagyon rövid pillanatra elhagyjuk, 1970. Fordulópont a város közművelődése, és fordulópont a te életedben is,
Nagyon emlékszem arra a várakozásra, hogy itt épült, épülgetett, és egyszer csak átadták ezt a csodás, hatalmas épületet, amely azóta is épül. Az akkor még Babits Mihály megyei művelődési központot, ahol te nagyon fontos feladatot kaptál, és nem te lettél az igazgató. Elvileg, mint a Babits tulajdonképpen a Népművelési Tanácsadónak az utód intézménye volt, de ennél sokkal bonyolultabb dolog volt, hogy gyorsan végére érjünk ennek a problémának. Megint Gyugyi János nevét említem, aki azt mondta nekem, hogy egyszer is feladatul adta nekem, hogy készítsem el a Babits tervét, munkatervét, költségvetését, mindent. Elkészítettem, elvittem hozzá, azt mondja, ez nem jó. Nyugodtan álmodozzá. Ez azt jelentette, hogy költségvetésben. A tanácsadónak évi, ül mindenki, 360 ezer forint volt a költségvetése. 360 ezer forint. Én olyan 3-4 millió forintban gondolkoztam, amikor az első tervet leadtam. Hát 55 millióval indultunk, azt hiszem. Szóval Gyugyi János azt mondta, hogy a Vadas lesz az igazgató, járjon az a pártbizottságra, meg a megyei tanácsra, te meg szervezd meg a Babitsnak a munkáját. Úgyhogy aztán gyakorlatilag így is lett, ez volt a munkamegosztás közöttünk. 5 évig voltam igazgatóhelyettes, és büszke vagyok arra, hogy a Babits hogyan indult el, és mit jelentett a városnak, és mit jelentett Tolna megyének, és akkor mivel nagyon szorít bennünk az idő, mindjárt mondom azt, hogy természetesen, majd gondolom erre is sor kerül, akkor már javában működött a táncegyüttes. És mint ahogy a Jutka lányom mondtam, én reggel bementem igazgatóhelyettesként a művelődési házba, aztán délután átvedlettem, és este 6-tól 9-ig voltak a próbák, ugye? 6-tól 9-ig még tánccsoportvezető voltam. Hát a főnökök oda jártak kártyázni a Vadashoz, és Gyugyi János egy szünetben látja, hogy jövök ki a próbaterembe, azt mondja, ide figyelj, nem sok ez neked? Hát mondom, elég sok. Azt mondja, melyiket választod? Hát mondom, én inkább táncolnék. Másnap behív a Vadas, leteszi a papírt elém, írjad alá. A kinevezésem tudományos főmunkatársnak, és onnantól kezdve Tolna megye folklor, hogy mondjam, Jának gyűjtése, feldolgozása volt a dolgom 3 gyönyörű évig, aztán utána változott a világ, de az alatt a 3 év alatt rengeteg munkát tudtam elvégezni, többek között a látott bukovinai táncok, hogy mondjam, akkor kerültek felújításra, és sok minden más is még. Akkor indultak a nagy filmezések, a Tudományos Akadémiával film készült, hát kikére is kezdtünk, hát korábban Madocsával kezdtünk, aztán a Tolna megyei székelyek, aztán Bogyiszló, Sivalgárd, Sárköz, mindegyikről készült szinkronhangos, korszerű filmfelvétel, ami még szinte az utolsó pillanat volt, mert például a majosiak közül 21 néhány olyan 40-50 év közötti férfi táncolt azon a felvételen még. E korszaknak egy tanúját fogom most invitálni, aki úgy szólván a kezdetektől melletted volt, és nőtte ki magát mára a művelődési ház igazgatójává, Matókné Kapási Júliát kérném, egykori táncosodat, hogy fáradjon ide a pódiumra. Köszöntelek kedvesül a foglalj helyet, és kapd el azt a mikrofont. Hirtelen el sem tudnám sorolni, hogy hány minőségedben szólítanálak meg téged. Ehelyett én most 3 dátumot mondanék, 3 évszámot mondanék, amelyek a Szekszárdi Néptánc Együttes életében csomó pontot képeztek, és a te életedben, a te pályádban is. 1979, 1983 és 1986. Igen, mindegyik jelentős dátum az én életemben, meg talán az együttes életében is.
Annyira jelentős, hogy én azt tudom mondani, hogy Szabady Mihálynak köszönhetem gyakorlatilag az életem fordulópontjait. Amikor 79-ben én még óvónő voltam, egyik nap megkérdezte, hogy nem lenne kedvem dolgozni a művelődési házban mellette táncosként. Hát úgy fél méterrel a föld fölött mentem haza, és gondoltam át, hogy életem legboldogabb napja ez a mai. Így is volt. Onnantól kezdve egész nap azt csinálhattam, ami a kedvem, ami a hobbim, ami a szeretett tevékenységem. A 83 az a táncosoknak egy nagy dátum, mert akkor vette fel a Bartina nevet az együttes, és még a 79-re visszatérve, az volt az a dátum, amikor hivatalosan is be tudtuk indítani a felmenő rendszeres néptáncoktatást, ami az 5 éves gyerekektől kezdve egészen felnőttekig átfogta a szexár teljes néptánc kultúráját. És aztán a 83 a Bartina név. Nagyon jól emlékszem arra, amikor Miska bácsival latolgattuk, és hát természetesen sok mindenki mást, gondolom Miskács is megkérdezett, hogy mi legyen a neve. Bartina, Aliszka. Ez a két névre emlékszem, volt még? Pannónia, de aztán közben kinőttek tánccsoportok ilyen nevekkel később. Hát az Aliszka az volt, amelyik azt hiszem, hogy még döntőbe került, de is győzött a Bartina, valószínű a hangzása miatt, meg hát nem csak a hegy miatt, hanem ugye ez akkor már egy nemzetközileg elismert táncaütes volt, rengeteget jártunk külföldre, végül is olyan nevet kellett választani, amit ki is lehet mondani. Tehát az Aliszka az valószínű nem lett volna ilyen gördülékeny és ilyen szeretett név. Azóta is a Bartina már nem csak mint hegy, fogalom itt Szekszárdon, hanem azt gondolom a táncegyüttesnek a neve. Aztán az utolsó dátum, az melyik volt? 83-86. Jött a második olyan mondat a Miska bácsinak, ami megváltoztatta az életemet. Hozzáteszem, mindegyik két dátumnál, a 79-nél is és a 86-nál is szinte orvoshoz kellett mennem. A 79-esnél azért, mert olyan boldog voltam, hogy el se tudtam képzelni, hogy nekem micsoda sorom van, hogy ez a lehetőség szembe jött velem, Miskácsi által. A 86-osnál meg azért kellett orvoshoz mennem, mert amikor elém állt és azt mondta, hogy átadja a táncegyüttes vezetését, akkor olyan súly keletkezett rám rajtam, olyan súly volt pillanatok alatt, hogy úgy megnyomott, hogy nem viccelek, el kellett mennem orvoshoz, mert egyszerűen kikészültem attól a gondolattól, hogy én meg tudok-e birkózni ezzel a feladattal. De azt hiszem, annyi mindent tanultam, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy egy olyan irodába kerültem, ahol dr. Németh Pálné Juckó néni, aki sajnos nem tudott ma eljönni, mert beteg, jobbulást kívánok neki innen. Dr. Németh Pálné, Mözsi Szabó István, Bogár István és Szabady Mihály székelt. El tudják azt képzelni, nekem micsoda jó sorom volt. Mindent tőlük tanultam. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez egy igazán... igazán szép elismerés, és ekkor tájt már azért érkeztek a hivatalos elismerések is, de azt is nagyon jól tudom, hogyha bármikor errefelé terelődnék a szó, hogy Miska bácsi, te milyen kitüntetéseket kaptál, akkor meg szoktad pödörni a bajszodat, és mindig legyinteni szoktál, az mind semmi, de milyen fegyelmiket kaptam. Na erről hallhatnánk-e néhány szót, Miska bácsi? Hát, azt hiszem, hogy hát vannak itt babicsos kollégák, azok lehet, hogy igazolni tudják, hogy lehet, hogy akik itt vannak, talán összesen nem kaptak annyi fegyelmet, mint amennyit én. És ez mind abból adódott, hogy a táncegyüttesért verekedtem. Egy látványos esetet mondok. November 7-i ünnepség. Hát a velem egykorúak tudják, hogy az mekkora cécó volt. Előre le kellett adni a műsortervet a pártbizottságra, a dekorációt le kellett rajzolni, jóvá kellett hagyatni, más nem lehetett. Szóval igen, nagyok voltak a kötöttségek. November 7-i ünnepség előtt Timár Sándor a Dudálás című koreográfiáját tanította itt nekünk, és vele együtt volt az akkori alakuló muzsikás zenekar Csóri, az ifjabbik Csóri Sándorral. És végeztünk a próbával, na jó van, mondom, átállunk az ünnepségre, még minden, mondom az elészeknek, ide figyeljetek, hát ha itt vagytok, és ilyen nagy ünnep, meg minden, nem muzsikálnátok egyet? Hát igen, azt mondja Csóri, majd én dudálok egyet.
Na jó, mondom, hát de jó lenne. Na, úgy is lett. A megfelelő részben Csóri belődörög a színpadra, főfújja a dudáját, és elkezdi fújni az, hogy a szexárdi híd alatt lányög a legény alatt. A többit ismerik. Na, másnap megkaptam a fegyelmét. De hasonló a táncfőben a színpadon, a színházi előcsarnokban pedig valami nagy gyűlés, a szónok Csehát Judit miniszterelnök helyettes. Háromszor jön az üzenet, hogy csöndes ember. Mi meg valami fesztiválra készítünk, beúsztuk a függönyt, hát ahogy lehet, egy csöndesek voltunk, de dolgoztunk tisztességgel. Jöttek az üzenetek, hogy hagyjuk abba, meg mindent, mi csak dolgoztunk. Vége van a táncpróbának, vége van az ünnepségnek. A protokoll jön az igazgatóirodába, én megyek ki a színpadról. Jön szembe a Csehák Judit, akit Faddi doktor korábban ismertem, mert népművelőként ő besegített a művelődési házba, és azt mondja nekem, jaj, mi is olyan szépen énekeltek, inkább azt hallgattam volna, másnap megint fegyelmet kaptam. Hát nem volt könnyű a te életed. Itt Jula segítségével már időben egy picit előre szaladtuk a Szekszárdi Néptánc Együttes, majd a Bartina Tánc Együttes történetében. De menjünk vissza a kezdetekhez egy kicsit, Miska bácsi, mert ugye minden ennek az előde a Szekszárdi Szövetkezeti Tánc Együttes volt. Itt kezdődött a történet 1966 táján. Három tanúját ezen együttesnek szólítanám ide a pódium mellé, Hajdú Páné, Mácsik Zsuzsát, Steiner Józsefné, Eszterbauer Évát és Rács Róbertet, miközben Julának megköszönöm, hogy beszélgető társunk volt. Fáradjatok ide. Rács Robi lenne a harmadik, aki kérem, hogy érkezzék. Gyere ide, légy szíves, gyertek ide. Azért állunk itt, mert ott praktikusan ennyien nem fértünk volna, és Zsuzsának oda is adnám a mikrofont, ő lesz az első, akit megszólítanék. Hát ő a kezdet kezdete óta, megpróbálok úgy állni, hogy ne zengjek, nem tudom, jól teszem-e így, aki a kezdet kezdete óta részese volt ennek az együttesnek, aki ott volt a dolgok legelején, ami akkor jószerivel nem volt több, mint egy szakkör. Hogyan indult mindez? Hát úgy, hogy én nem önszántamból kezdtem el táncolni. Az általános iskolába kijelöltek engem egy úttörő seregszemlén való részvételre, és innen indult a kedv. Ez folytatódott a gimnáziumba, ahol már működött egy kis létszámú lánycsoport, kezdetben Bízi tanár úr irányításával, és aztán jött Szabadi tanár úr. Őt még akkor mi így hívtuk. És akkor kezdődött a varázslat és a megfertőzés. És ez tartott körülbelül 2 évig, mert ez időtájt kerestem meg Doszkos tanár úr, aki a Keri kollégiumi igazgató volt, azzal, hogy hozzanak létre a Keribe egy együttes szövetkezeti támogatásával. Hát ez nagyon sikeres volt. Nagyon sokan jelentkeztek, fiúk, lányok egyaránt, és bennünket, lányokat nagy örömünkre befogadtak. És a nagy lelkesedésnek, Miska bácsi varázsának köszönhetően, és a heti 3x3 óra próbának köszönhetően meg is lett a siker. Előbb a városi ünnepségeken, aztán a megyébe, és aztán az országos fesztiválokon. Miben és a Szabadi Mihály varázsa, hogyha szabad megkérdezni? Hát a tudásában, a hitelességében és a barátságában. Nagyon tiszteltük őt. És akkorra már tisztán látszott, hogy gond lesz, mert a Keribe tanuló diákok zöme vidékről érkezett ide, az egész Dunántúl területéről, és érettségi után ők hazautaztak. És ekkor merült fel először az utánpótlás megszervezése. És a gimnáziumi toborzásnak nagyon-nagyon jó eredménye lett, nagyon sokan jelentkeztek, többek között Kapási Julianna, aki az együttes jelenlegi vezetője. Éva lenne a következő, akit megszólítanék, aki nem csak táncosa volt Miska bácsinak, de maga is néptáncpedagógus lett. Hogyan táplálkozott a néptáncpedagógus a táncos élményekből, a valahai Miska bácsi féle táncos gyökerekből?
Azért, mert a Miska bácsi nem csak a tánc művésze, hanem ő egy művészpedagógus. Én a szakközépiskolai éveim alatt jártam a próbáira, óvónői szakközépiskola éveim alatt, ahol én már pedagógiát, pszichológiát és módszertant tanultam. Minden elméleti tudásra nap mint nap kaptam a gyakorlati bemutatókat. Az én életemben annyira meghatározó volt az ő fantasztikus módszertani elmélyült tudása és a közösségépítő egyénisége, a gyerekek tisztelete, a népi kultúra tisztelete, hogy nem is teljesen egyértelmű volt, hogy ezen a pályán én is szeretnék tovább lépni, és nagyon-nagyon sok segítséget kaptam hozzá. Még szakközépiskolás éveim alatt megtisztelt azzal, hogy az utánpótlás csoportot taníthattam. Aztán nagyon nagy segítség volt számomra, hogy a Bugyiszlói Hagyományőrző Együttes munkájában az első pillanatoktól kezdve kísérhettem a próbákra, és ott is még mélyebben megismerkedhettem. Köszönöm szépen, Miska bácsi! Rács Robi falfehéren állít, mert nem tudja, hogy mit fogok tőle kérdezni. Pedig nagyon kézenfekvő az ő esetében, egy kicsit másfelé kell leveznünk. Ugye a te folklór gyökereid, hát nyilvánvalóan itt keresendők, de te munkád, hivatásod okán kötődsz a népi hagyományokhoz. Van a kettő között valamiféle összefüggés? Ugye kerámikusként, aki nem tudná esetleg róla, van-e valami beoltottság az akkori táncos létből? Köszönöm szépen, ott kezdeném, hogy én a néptáncos gyökereimet, illetve hogy a néptánc tanulásra szántam a fejemet 83-ban, amikor a Szekszári Néptánc Együttes a Bartina nevet vette föl. Akkoriban a gimnáziumi éveim elején jártam, és ezt annak köszönhetem, hogy egy osztálytársam, egy hölgy, egy kislány ugye Bartinába táncolt. Tehát én ezért kezdtem el táncolni. Egyébként a rockzene bűvöletében éltem 82-83-ban, és a népzene mit sem érdekelt igaziból. Tehát igaziból így kezdődött, és amiközben hallgattalak benneteket, pont ez jutott eszembe, hogy igaziból a mostani hivatásomat, az pedig abszolút mértékben megérintett a népzene kapcsán a népi kultúra, és tulajdonképpen, hogy gyakorlatilag a magyar népi fazekassággal, tehát fazekassággal foglalkozom, és tehát ez vezetett ide, abszolút módon, és ezt még a Miska bácsinak soha nem köszöntem meg, úgyhogy szeretném ezúton is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Zsuzsának, Évának és Robinak, hogy beszélgetőink voltak. Foglaljatok helyet. A Tolnai Szvit legelső változata ment, amelyik a koreográfusi pályámnak az első, hogy mondjam, csúcsa, mint egy üstökös úgy repült fel. Kezdődött azzal, hogy egy neve nincs kezdő néptáncoktató koreográfiát akar készíteni, és ahhoz zeneszerzőnek kiszegődik hozzá Kodály Zoltán első munkatársa Orsvai Imre. Ez akkora lökést adott nekem. Na, hát a Tolnai Szvit annyira jól sikerült, hogy elvittük egy országos fesztiválra, szövetkezeti fesztiválra, és hát nem éreztük mi, hogy ez annyira jó volt, meg minden, úgyhogy a gyerekek elmentek valahova fürdeni, a Tész Lacival bementünk a szakmai tanácskozásra, és kiosztják a díjakat, már mindenkit agyon dicsértek, rólunk egy szó se esik. Mellesleg a felvonulásért olyan letolást kaptunk, hogy csak na, azóta is nagy tanúság számomra. És a Vásárhelyi a zsűri elnöke elkezdi mondani, hogy van egy mű,
amelyik folklorisztikailag hiteles, amely amellett, hogy őrzi a hagyományokat, korszerű, hogy az egy szólam mellett már több szólamot már megmutatni, hogy a terei milyen szépek, hogy milyen igényes a zenei válogatás, amíg minden. Ülünk a Lacival egymás mellett, összenézünk, te jó Isten, ez rólunk beszél. És kihirdeti, hogy a nem tudom hányadik országos szövetkezeti néptánc fesztivál koreográfiai díját a Tolnai Szűt kapja. Úgyhogy, hát azóta sok művem kapott koreográfiai díjat, de ez volt az első, és sok tekintetben a tanúságos, és hozzátéve, hogy ma már nem így csinálnám meg természetesen. És ahogy látom, itt egy nagyon komoly elismerésben van éppen részetek ennek kapcsán. Ahogy itt az előbb beszéltél a néptáncról, tudományos igényességű, én kívülállóként ezt gondolom, és nagyon fontosnak is tartod és tartottad is mindig, hogy ez így is történjék a legtudományosabb megalapozottsággal dolgozzál. Így módon bukkantam én például erre a füzetlapra, amely nekem így ránézésből, hát nem tudom, inka csomóírás lenne. Nagyon nehezen hozni kapcsolatot a kettő között, segítsél ki, kérlek. Hát nagyon érdekes dolog, Illés Tibi táncolta ezeket a figurákat az előbb itten. Ez egy bukovinai, a Csiszér Lajoskának a figurája. Tudnék, az nincs rá idő, de gyakorlatilag a semmiből teremtettük meg a bukovinai táncokat. Úgy bányáztuk elő, Martin György azt mondta nekem, hogy van négy férfi, aki tud valamiféle táncot, és akkor vannak leírások, és van egy-kettő film, amit az 50-es években csináltak, ezeket nézd meg, és rekonstruált, csináld meg újra, de úgy, hogy a székely ember benne legyen. Ezt a munkát én tiszta lelkiismerettel, mondom, tisztességgel elvégeztem, és enélkül a munka nélkül most nem lenne például a Hőgyészi együttes kiváló minősítésű, meg az összes többiek. Ez tulajdonképpen kinetográfia, táncírás, amit én autodidakta módon tanultam meg, amikor először tanfolyamra kerültem, akkor én már nemhogy olvasni, írni tudtam. A mostani diplomás táncoktatók tudnak? Nem. Kösz. Mire képes ez, amit mi itt látunk? Hát ránézek és letáncolom. Mi mindent tud feltárni? Hát mindent, az égvilágon mindent le lehet írni. A szakmában van egy történet, hogy mi mindent lehet leírni, de az nem tűri a nyomdafestéket. Négy szemközti beszélgetéseken természetesen Miska bácsi nyitott mindenféle történetek elővezetésére. A táncjel írással kapcsolatban egy nevet azért meg kell említenem, Szent Pál Mária. Tulajdonképpen ennek a kinetográfiának az egyik kidolgozója nemzetközi szaktekintély, hozzájártam tanfolyamra. De amikor, hát vele érdekes történeteim vannak, az első az, amikor a Tolnai Szvittet írta le, mert a Tolnai Szvitt írásban is megjelent, 3 napig voltam a lakásán, és vele elő kellett táncolni az egészet, és egyszer látva, hogy írja valamit, a jobb oldalt meg a bal oldalt összetévesztette, azt nem nehéz felismerni. És mondom neki, hogy kezicsókolom, az ottan. Na, mit lát maga? Mondom, az ottan fordítva van. Na, nem mondja, maga tud táncírni? Hát mondom, igen. És miből tanult? Hát mondom, a Marcsi néni könyveiből. Na, nem mondja! És akkor nagyon boldog volt, hogy az ő könyveiből meg lehet tanulni. Aztán végig szenvedtük vele a 3 éves tanfolyamot. Ott az egyik liblingje voltam, mert én már úgy mentem oda, hogy foglalkoztam az egésszel, és a végén a vizsgán nagyon megtisztelt. Testre szabott feladatot adott. A jelenlévő közül többen tudják, hogy ki volt, sajnos volt már.
Gyuri, ne öregedj meg, a neve nem jut eszembe. Zsiga bácsi, a Karsai Zsiga bácsi. Karsai Zsiga bácsi. Volt a neve. Tehát egy nagyon híres táncos három legényes pontját választotta ki nekem a Marcsinéni, hogy azt kell letáncolni. De abban az égvilágon minden volt, ami csak lehet. Kegyetlenül megszenvedtem vele. De végigcsináltam. Meg volt velem elégedve. De ez nem volt elég a vizsgához. Mindenki kapott egy ilyen picike cédulát, amire ilyen kis apró bóhapiszokszerű jelek voltak írva, és még azokat is el kellett olvasni. Én már annyira fáradt voltam, hogy négyet kapásból leolvastam, az ötödik nem jutott eszembe, hogy mi lehet. Én mondom, már nem érdekel, feladom, és mondom, hogy ezt nem tudom. Köszönöm szépen, ötös. Ez volt leírva. Ez a most. Csak a tehetséges embert segít. És az a megtiszteltetés ért, hogy a következő tankönyvét, ami háromszor olyan vastag volt, mint az előző, velem lektoráltatta. Ekkoriban már zajlanak a gyűjtések, hiszen nyilván egy alkotónak a legfontosabb forrása az eredeti folklór. Sőt, a filmes gyűjtések zajlanak már ekkor, bukovinai, izményi gyűjtések, siolgárdi, bogyiszlói, a Tolna megyei németek anyagai, és a magyarországi néptáncok sorozatban Madocsa, Őcsényi, Siolgárd anyagát gyűjtöttétek és működtél ebben közre. Hát most itt a bukovinai gyűjtések kapcsán szeretnék bejelenteni egy meglepetést. Bukovinai székely népdalokat énekel Falkai Gyuláné Jakab Éva, őt kérem ide a pódiumra. Amíg az Éva ideér, addig elmondom, az előző képen egy agárdi ruhába beöltözött szekszárdi lány van. Siolgárdon óvónő. Egy rendezvényen ott beöltözött a... És odáll elém, hogy Miska bácsi nem ismer meg. Hát kiderült, hogy szekszárdon táncosom volt. Most tehát következzék Jakab Éva. Fecském, fecském, édes fecském, vedd szárnyadra a levelecskét. Vidd el, tyúha messze tájon, tedd a rózsám a blatára. S hogyha kérdik, honnan jöttél, kinek a postása lettél, mondd meg neki a te szenvedődnek, a te régi szeretődnek. Szerelem, szerelem, átkozott szerelem, mit nem termettél húz, minden fa tetején, minden fa tetején, divó fa lebeli. De még szakasztani, a jóra találni. A jóra, s a szépre, régi szeretőmre. A jóra, s a szépre, régi szeretőmre. Évacska egy azok közül, a tanítványok közül, aki munkatárs lett, és nagyon sok dologba ő segít nekem. Most még nem tudja, hogy hamarosan tőlem kap egy újabb feladatot. Köszönöm szépen.
Most akkor lássunk egy kis példát a filmes gyűjtésekre. Kommentáld, Miska bácsi. Ezek madocsaiak. Kis Pista, szegény Pistával csináltuk a filmeket, Földesi János segítségével. Hát ez kapcsolatban a Szekszárdi Néptánc Fesztivállal, mert az első Szekszárdi Néptánc Fesztiválnak a kiírásában szerepelt, hogy egy szabadon választott és egy Tolna megyei táncfeldolgozással kell részt venni, és hogy segítsük a felkészülést, Madocsán a nevező együttesek vezetőivel gyűjtést szerveztünk. Különben a madocsaiak tánca, különösképpen a madocsaiak friss csárdása, állítom, hogy a Kárpát-medence legszebb friss csárdása. Vetekedik bármely virtuóz mezőségi tánccal. No, hát itt a megyének már igen sok területéről esett szó. Mondhatnám, hogy a melyik lehet a szíved csücske, de hát ennyi csücsök nincsen egy szívben, hát egyet semmiképpen nem szabad kiadni, és nagyon jó, hogy itt pont átelemben velem éppen Jóföldi Gabit láttam meg, hogy el ne felejtsem így módon Bogyiszlót megemlíteni természetesen, és kérem, hogy Strehr Tamásné Marika Bogyiszló képviseletében lépjen ide a pódiumra, és legyen a beszélgető partnerünk. Köszönöm szépen, megisszuk. Foglalj helyet, Marika. Aki nem tudná, és azt hiszem, hogy kevesen vannak ebben a teremben, olyanok, Strehr Tamásné Marika Bogyiszlói együttes vezetője, nagyon-nagyon régi tanára, Szabadi Mihály. Egy ilyen település, egy kis település, hogyan tud kamatoztatni egy ilyen tudást? Egyáltalán milyen módon tud értekezni? Hát csak úgy, hogy jártuk a falut, jártuk a házakat, gyűjtöttünk, bekopogtunk idős emberekhez. Sok-sok lakodalomban részt vettünk, Csöröglőkbe, ahol lelestük az idős embereknek a lábukról, hogy mit járnak, milyen táncot járnak, mit énekelnek. És akkor elmentünk hozzájuk Miska bácsival, bekopogtunk, meginterjúvoltuk őket, megénekeltettük, meséltettünk velük. És így készültek a műsoraink, és ebből táplálkoztunk. Milyen gyakori volt ez a találkozás? Egyáltalán, hogy a hosszú évek vonalatában ez hogyan működött? Mi a Miska bácsit azt hiszem, hogy 1977-ben ismertük meg. A 70-es években az együttesünk már részt vett a születi napokon, Decsi lakodalom, ha volt, fölvonultattuk a falu apraját, nagyját, és megkerestük a Szabó Pista bácsit, hogy segítsen nekünk, ő volt iskolai tanárunk. És azt mondta, hogy ő beteg ember már, de van neki egy barátja, aki tánchoz ért. És egy este beállított hozzánk Miska bácsival. Ez 1977 őszén volt, és azóta tart ez a barátság. Ő nálunk családtag, és segít bennünket mindenbe, és ezt nem is tudjuk neki soha megköszönni, azt gondolom. Hát azt gondolom, hogy a köszönetnek az egyik formája következik most, és ez legyen egy kis meglepetés Miska bácsinak, és te, Marika, részese leszel ennek a meglepetésnek, hogyha most leteszed ezt a mikrofont, akkor következik az a produkció, amelyre Siuagárd Őcsény Bogyiszló és a Bartina képviseletében Strehr Tamás és Strehr Tamásné Bogyiszlóról, Jakab Tamás Molnár Rebeka Őcsényből, Lejtkám Gabriella és Kovács Gábor Siuagárdról és Prantner Péter Zagykó Tünde a Bartina táncegyüttesből közös tánccal mond köszönetet. Bye.
csodába el tud csúszni tényleg utoljára. Sárga kocsi, sárga csikó húzza, barna legény annak a kocsisa. Rozmárin száll az ostora nyele, barna kislányig a szegedője. Rozmárin száll az ostora nyele, barna kislányig a szegedője. Köszönöm szépen. A lányok megkapják a pohárborukat ott ki. És akkor szépen lassan... Ha most annyi időnk lenne, akkor lenne lehetőségünk megnézni, hogy a három falu, vagy a három táj, kistérség között, táncai között, mi az azonosság, meg mi a különbség. De hát, itt egy hajcsár. Pedig még nincs mindennek vége, lassan eljuttunk napjainkba, és még semminek nincsen vége. 1991 Siogárd, ekkor 3 évig leszel az ottani művelődési ház igazgatója. 1995-től az akkor alakuló közművelődési szolgáltató iroda első vezetője leszel, és 1997. április 4-én zászlód is sehol, nyugdíjba vonultál. Igen sok kitüntetést kaptál ez alatt. Szocialista kultúráért kiváló népművelő Babits Mihály emlékplakett, a Tolna megyei tanács alkotói díja, a népművelésért díj, Besenyei György díj, a szekszádi közjóért díj, örökségdíj, Tolna megyéért díj, Tolna megye művészetéért díj, Siogárdért emlékére Muharai Elemért díj és Csokonai Vitéz Mihály alkotói díj. És itt következne az, hogy a pálya vége, és a többi, és a többi. Hát ez lenne logikus. Ám én nagyon büszke vagyok egy beszélgetésre, amely közel 10 évvel ezelőtt zajlott, két kiváló pohár bor társaságában. Egy szép napon azt mondja Miska bácsi, hogy te, Gyurikám, tudod, én hajnalóta mindig korán ébredek, és olyankor leülök a gép elé, és írok. Ezt-azt írok, mindenféléket össze-vissza. Ha átküldöm neked e-mailben, első meglepetés, ha átküldöm neked, elolvasnád? Hát nagyon büszke vagyok. Akkor tudtam e-mailni. Nem? Hát én szépítem itt a dolgokat, egy picikét fényezem az ügyeket. Na valahogy hozzám kerültek ezek az első írások, amelyeket én azóta sem tudok letenni, és ez itt nem költői túlzás, hiszen ezekben az években 3 könyv született meg, az Álmok, Emlékek, Gondolatok, az Én Jussom, az Iskoláim, és úgy higgyék el, ahogy van, a feleségem itt van a teremben, ő igazolhatja, hogy az ágyam mellett ott található ez a 3 könyv, és mint a Pater Noster szépen kerül egyik alulról fölőre, olyan dolgokról ír, amelyek számomra talán nincsenek testközelben, de olyan nyelven ír Szabadi Mihály, és akik olvasták nyilván nagyon sokan a teremben, olyan nyelven ír, ahogyan beszél, ahogy azt nem lehet abbahagyni, ahogy azt nem lehet igazából
teljesnek tekinteni. Minden egyes sora, mint egy költemény, mindig újat mond, és szerencsére ez a folyamat nem ért véget olyannyira, hogy egy új könyv is lassan napvilágot lát. Hát most ehhez nehéz olyan kérdést föltenni, amivel egy-két mondat, ami egy-két mondattal megválaszolható, de hát hogyan alakult ki ebből a pályából ez a végül is mégiscsak, ha nem is engeded így nevezni, írói vonal? Hát először spontán alakult a dolog. A dolog úgy indult, hogy amikor nyugdíjba mentem, akkor elhatároztam, hogy egyfajta szellemi karbantartás okából minden nap leírok legalább 10 sort. Mindegy, hogy mi lesz az. És aztán az egyre több lett, és aztán így jutottam el addig, hogy ezek után nemrégen kaptam a jó hírt, hogy a következő könyvem pályázaton nyert egy kis támogatást. Ez azt jelenti, hogy akkor az is megjelenik egy-két hónap múlva. Ez az én jussomnak a folytatása olyan gyönyörű címmel, hogy Öregember az ablakban. Nem titok, hogy az öregember lehet, hogy én vagyok. De ez benne olvasható. De nagy fába vágtam a fejszémet, egy következő könyv már készen van a számítógépemben. De ezzel kapcsolatban valamit el kell mondanom, és ez nem igazán szívderítő dolog, mégpedig az, hogy az induló szavak, amik a faluról szóltak, a falu. Ez a falu már nem az a falu. A erőszakos TSZ-esítéssel, kollektivizálással, azután, hogy rövid legyek, a termelőszövetkezetek szétverésével, a paraszti gazdálkodás elveszett. Ki veszett a falu gyakorlatából? Az emberek nem úgy élnek, nem kapálnak, nem szántanak, nem legeltetnek, nem fonynak a fonóházban, még talán a szüret az, ami megmaradt, és az embereknek az a kulturális érték, ami kialakult a faluba, az a rend, az a magatartási rend, a munka tisztelete, az egymás tisztelete, a közösség, az összefogás, hogy ismerek a faluba mindenkit, ha segítségre van szükségem, nem kell nagyot kiáltani. Sose felejtem el, a sógorom házat épített, és a barátai, a bandatársak úgy jöttek oda segíteni, hogy nem is szóltak senkinek. De gondoljunk arra, vannak itt olyan emberek, akik tudják, hogy nagy mezőgazdasági munkák, takarodás, aratás, ezek olyan társadalmi összefogással végeztettek, ami példaértékű. Na kérem szépen, ez a példa veszett el. Én az írásaimmal, és ez most már a negyedik könyv után, vagy most már az ötödik után is, kimerem mondani, hogy kiáltani szeretnék, kiáltani, hogy nézzünk egy kicsit vissza, mert ami elveszett, az példa, olyan példa, aminek a mostani 21. századi eszeveszett rohanó világban nagyon nagy értéke lenne, ha meg tudnánk valamicskét menteni belőle. Tehát, ha éppen úgy tetszik, vállalom, hogy én most már azért írok, hogy ezt a példát annak, aki uram bocsá, hajlandó elolvasni, megmutassam. Emberek, események, történetek, amik mind azt igazolják, hogy a paraszt ember kultúrát teremtett. Olyan kultúrát, amelyik része a magyar nemzeti kultúrának. És de jó lenne, ha ezt a magas kultúra irányító is tudnák. Na, nem akarok tovább prédikálni.